Egy nagyon jó tavaszi szezon zártatok a RKSK-val, vagy Rákos Mentivel. Hogyan értékeled az egész bajnoki évet? Hát ezt két részre lehet bontani, volt az őszi szezon, és volt ugye a tavaszi. Hál' Istennek sikerült ugye elég meghatározó játékosokat igazolnunk télen, egy kicsit változtattunk a taktikán, szerkezeten, és egy sokkal, hogy mondjam, győzni tudóbb, ha lehet ilyet magyar tanul mondani, győzni tudóbb csapat, tudtunk nekivágni ennek a tavasznak, és ez hál' Istennek össze is jött, és egy nagyon jó kohézió volt, egy nagyon jó társaság volt, srácok tényleg egymásért küzdve, hajtva játszották végig ezt a tavaszi szezont. Néhány hete derült ki, hogy te leszel a Iváncsának a vezetőedzője, de egy bajnoki címhez, mert elért együtteshez kerültél, hogy érzed magad itt egyelőre? Nagyon jól, igazából teljesen nagy meglepetés volt ez a megkeresés, mert ugye hát az Iváncsának régóta is stabil edzői párosa volt, és nagyon-nagyon jó munkát végeztek, hát ugye bajnokok is lettek, és ezért meg is lepett, viszont ez akkora lehetőség volt akár szakmailag is, meg mindenfajta féle módon, hogy erre nem lehetett nemet mondani, de nagyon jól érzem magam, jó a közeg, jó a csapat, könnyű velük dolgozni. Úgy érzem azért nehéz dolgod van, hiszen egy bajnoki cím elérése után nehéz ezt überelni. Így van, nem is feltétlenül ez a cél, ugye változott a keret, elmentek többen, meghatározó játékosok mentek el. Én azt gondolom, az Iváncsának most van egy 2-3 éve, hogy újra felépítsen egy olyan csapatot, aki esetleg majd az első helyért harcban lesz. Hogyan értékeled a mai edzőmeccset? Hát ennek abban az időszakában vagyunk a felkészülésnek, amikor terhelés sem van a hangsúly. Ugye látszott mind a két csapaton, hogy fáradtak voltak. Mi úgy is terveztük, hogy ilyen 45-60 percet játszanak a játékosok épp ahhoz mérten, ahogy látszik rajtuk a fáradtság, vagy igazából fejben is, meg testben is, hogy néznek ki. És ebből 60 perc lett, addig partiba voltunk a BVSC-vel, ugye utána több cserét hajtottam végre, szám szerint 8-at. Ott már azért lehetett érezni azt, hogy másabb kvalitású játékosok mentek be, akik fiatalok, borzasztó lelkesek, de nekik még tanulniuk kell megszokni ezt a közeget. Mondtad, hogy változtak a célok, mik lesznek, mire lehet számítani? Hát ugye, ami meg lett határozva, az első 8 hely valamelyike. Természetesen azért a játékosok, hála Istennek, sikeresek még a bajnoki cím után is, úgyhogy én azt gondolom, hogy minél előrébb szeretnének végezni. Köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm.